Hogy mi a különbség 12 és 55 között? A helyes válasz 7 év. 2004-ben ugyanis 12-en vettek részt az akkor életre hívott média nőnapi rendezvényen, kedden pedig már 500-nál több megjelentet köszönhettek a szervezők. A Nyírcsuli Kft. A stadion üzemeltetése és az utánpótlás nevelés koordinálása mellett nagy hangsúlyt fektet a szabadidősport népszerűsítésére, és persze a keddi nap alkalmat adott arra is, hogy köszönetet mondjanak a munkájukat segítő tévéseknek, rádiósoknak, újságíróknak. Szeretnénk azt, hogy minél többen sportolnának, természetesen szeretnénk köszönetet mondani a médiában dolgozó hölgyeknek ezen a szép napon, amit nyújtanak a Nyírcsuli utánpótlására, a Nyírcsuli szervezésében zajló eseményekről, és így szeretnénk nekik köszönetet mondani, és fejet hajtani a hölgyek előtt ezen a szép napon. A részvevők létszáma is jelzi, hogy a meghívottak örömmel vettek részt a késő délutáni kora esti programon. Már hetekkel ezelőtt akárhol találkoztam médiás hölgyekkel, kérdezték, hogy ugye megint lesz és nem marad el. Ez a rendezvény természetesen Barta László, Nyírcsuli Kft. Ügyvezető igazgatója szívügyének tartja. Ő találta ki ezt a rendezvényt, és ebben az évben is megrendezzük. Mindenki várta már, a létszámból is látszik, hogy szinte akik tavaly itt voltak, minden jöttek, sőt vannak újak is, akik eddig még soha nem voltak. A rendezvény programjából természetesen nem maradhatott ki a sport sem, a hölgyek a Tekecsarnokban adhattak számot tudásukról, és bár ezúttal tényleg nem az eredmény volt a lényeg, a történelmi hűség kedvéért jegyezzük fel, hogy mind az egyéni, mind a csapatversenyben az Informédia képviselői diadalmaskodtak.